az Úr, ami oltalmunk. Mindenek előtt ahhoz, hogy valaki ezt hitelesen elmondhassa, önmagára nézve is. Hogy valaki ezt úgy mondhassa el, hogy erőt is meríthessen belőle, ahhoz mindenek fölött úgy kell hinnie Istenben, ahogyan ez a történetbeli három ember hitt az Istenben. Tehát nem akárki mondhatja el azt, hogy az Úr, ami oltalmunk. Csak aki úgy hisz, mint ez a három ember. Az ő hitük nem csak bizonyos racionális síkon mozgó hit volt. Nem csak bizonyos doktrináknak, szép vallásos elméleteknek, elveknek, az értelmi síkon történő elfogadásában áll. Mert az igazi hitben nem csak arról van szó, és elsősorban semmiképpen arról van szó, hogy megértettem és igaznak tartok bizonyos hitbeli állításokat az Isten létéről, az Isten kegyelméről, az Isten ilyen vagy amolyan tulajdonságáról. Képzeljétek, mit értek volna Sidrák, Misák és Abednégó abban a rettenetesen szorult helyzetben, akármilyen szép elméletekkel is, amit vallottak. Mit segített volna rajtuk, hogyha csak tudják az eszükkel, hogy mi az igazság, hogy nekik van igazuk, és nem Nabukodonozornak, hogy az ő elméletük és az ő világnézetük az Istentől való, és nem a Nabukodonozoré. Egy ilyen hittel igazán nem sokra mentek volna. Az ő hitük sokkal személyesebb és sokkal egzisztenciálisabb valami volt ennél. Tehát neked is, hogyha csak a fejedben van, mint egy szép mondás, mint egy szép jelszó, az, hogy az Úr, ami oltalmunk, akkor még nem biztos, hogy részesülsz is gyakorlatilag az Úrnak ebben az oltalmában. Azután az ő hitük nem is romantikus hit volt. Nem olyan romantikus hit, amelyik bizonyos magasztos és fennkölt érzelmekben nyilatkozik meg. Sokszor megesik az a tévedés, hogy összetévesztik az emberek a hitet a saját érzelmeikkel, azzal, hogy mit éreznek. Sok ember úgy gondolja, hogy akkor hisz igazán, hogyha valami nagyon fennkölt, magasztos és mennyei érzésekkel van tele a szíve. Akkor hisz igazán, hogyha az Isten jelenléte, Istennek a közelsége élményszerűen hullámzik át az ő szívén, mint egy boldog érzelem. Most testvérek, én egyáltalán nem gondolom azt, hogy amikor Sidrák, Misák és Abednégó, ez a három jó barát ott állottak Nabukodonozor előtt, és meghallották, hogy a tüzes kemence vár reájuk, egyáltalán nem gondolom, hogy valami nagyon magasztos és nagyon fenséges mennyei érzések hullámoztak volna át az ő szívükön. Sőt, tehát a hit nem mindig érzelem. Még az érzelem ellenére is hit. Vagy mondjuk úgy, hogy a hit más, mint az érzelem. De az igazi hit nem is csak bizonyos cselekedeteknek az ügye. Tehát nem lehetne azt mondani, hogy a hit és a jó cselekedetek egyet jelentenek. Nagyon szorosan összetartoznak. Nagyon szorosan összefonódnak egymással. De azért mégse lehetne azt mondani, hogy a jó cselekedet egyenlő a hittel. Ezt a három embert ott Nabukodonozor előtt mindenféle akcióban megbénította az a kötél, amivel össze voltak kötözve. Ha akartak volna, sem tudtak volna semmi jót mívelni, cselekedni, sem egymással, sem pedig valaki mással, és mégis, így is, ott is hittek. Tehát az igazi hitet se fenyegetéssel, se fegyverrel,
se kegyetlenséggel, se tilalommal, se kötéllel, se tűzzel nem lehet megbénítani. Tehát a hit legmélyebb értelmében és lényegében véve nem az értelmünknek a funkciója, hiszen néha minden értelmet felülhaladó módon is hiszünk. Nem is az érzelmeinknek az ügye dolga, mert néha az Isten közelségének, jelenlétének az érzete hiányában is hiszünk. És nem is a jó cselekvésének az akciója csak, mert néha minden akcióban megbénítva is hiszünk. Gondoljatok egy tehetetlenül fekvő, betegágyon kínlódó ember, aki nem tud cselekedni semmit, és mégis hisz. Tehát a hit az valami más. Mégpedig személyes viszonyulás valakihez. Élő, valóságos kapcsolat egy másik élő, valóságos személye. Hiszek, ez azt jelenti, hogy közösségben vagyok valakivel. Egy magasabb rendű összefüggésben létezem. Mint ahogyan a baráti viszonylatban sem lehet az ember csak egyedül. A barátság már magában foglalja, a barátságnak a fogalma magában foglalja azt, hogy van egy másik valaki is, akivel meghitt baráti kapcsolat fűz össze. Nos tehát a hit is ilyen kapcsolat. Ilyen meghitt közösségbe jutás a láthatatlan Istennel. Az igazi hit tehát az a minden értelmet és sokszor az érzelmeket is fölülmúló összeköttetés, összekötöttség Isten és közöttem, aminek a révén Isten megragadja és kezébe veszi az életemet, aminek a révén Isten kerül az életemnek a középpontjába. Konkrétebben így mondhatja, így hadd mondjam, hogy Jézus kerül az életemnek a középpontjába. Aminek a révén úrrá válik fölöttem Jézus. Ebből a hitből persze, hogy következik azután, de már csak mint következmény az, hogy az ilyen módon hívő ember másképpen gondolkodik, másképpen érez, és másképpen cselekszik. De ez már csak következmény. A hitnek magának a leglényege, ez az élő viszonyulás, ez a személyes összekapcsolódás, összefonódás az embernek az Istennek. Már most. Aki így hisz az Istenbe, aki így tartozik az Istenhez, aki így kapcsolódik hozzá az Úrhoz, az föltétlenül számíthat az Úrnak az oltalmára. Föltétlenül számíthat. Mert azért az emberért az Úr áll jót. Azért az emberért az Úr vállalja a felelősséget. De csak azért az emberért. Ebben a hitben tudott ez a példa, ez a történetbeli három ember szinte olyan megrendítő nyugalommal szembenézni a reáváró veszedelemmel. És ebben a hitben tudott ilyen hallatlan vakmerőséget mondani a rettegett királynak, hogy legyen tudtodra, ó király, hogy mi akkor se szolgálunk téged, mi akkor is az Istent szolgálunk. Ebből a jelenetből, különösen ezen a mai napon, reformációnak a napján, megképződik előttünk egy 450 esztendővel ezelőtti nagyon híres és nagyon közismert jelenet.
1518-ban, pontosan 450 esztendővel ezelőtt történt, hogy egy egyszerű, szürke szerzetest, Luther Mártont, dr. Luther Mártont megidézték a retteget hatalmú Kajetán bíbornok elé kihallgatásra. Luther Márton nagyon jól tudta, hogyha elmegy, meg kell halnia, hiszen akkor már Rómában elhatározott tény volt, hogy ezt a kárhoztatott eretneket meg kell égetni. Elmegy. Kajetán bíbornok előbb szép szavakkal, majd pedig fenyegetéssel igyekezett rávenni Luthert, hogy vonja vissza a tételeit, azt a híres 95 tételt, ami elindította az egész reformációs mozgalmat. Azt mondotta, ha csak ennyit mondasz, revokó, visszavonom, akkor már is megmenekülsz. Hiszen csak 6 betű, revokó, és már is megmenekülsz. Luther nagyon tisztában volt vele, hogy az életével játszik, az élete forog kockán. Hogy ezzel a 6 betűnek, ennek a rövid 6 kis betűnek a kimondásával megmenekülhet minden bajtól. Mély lélegzetet vett, belenézett komolyan az előtte álló retteget hatalmú inkvizítornak a szemébe, és csendesen, halkan, de nagyon határozottan csak ennyit mondott. Nem vonhatok vissza semmit, amíg valami jobbra meg nem tanítanak, mert az Isten igéjétől nem térhetek el. 2 esztendő múlva ugyancsak Luther Márton a Wormsi birodalmi gyűlésre idézték meg szintén kihallgatásra. Barátai kétségbe esve marasztalták, ne menjen, életével játszik. Ő már útban lévén így üzent vissza nekik, ha annyi ördög lenne Wormsban, mint amennyire cserép van a háztetőn, akkor is elmegyek, és elment. Mintha Sidrák, Misák és Abednékó szavai visszhangoznának az év ezredes távlatokban, távolságban. Nem akkor történt velük a csoda, azzal a 3 történeti emberrel, meg Lutherrel, meg Calvinnal, meg a többiekkel, nem akkor történt a csoda, amikor mégis éppen kerültek ki a tűzből, hanem akkor, amikor ebben a legfenyegetettebb helyzetben eltűnt a szívükből minden félelem. Ezért tudtak reménységgel és derűvel nézni szembe, még a legnagyobb fenyegetéssel is. Nem azért, mert a hitük volt ilyen rendíthetetlen és erős, hanem azért, mert más valakinek a rendíthetetlen ereje győzte le őket, vette hatalmába és tartotta őket. Annak az Istennek az ereje, akiben hittek, akivel akkor is, ott is kapcsolatban voltak. Tehát az Úr, ami oltalmunk. Igen, ez rendíthetetlen bizonyosság. Az Úr, ami oltalmunk.